Megkezdődött az Ökumenikus Segélyszervezet téli segélyprogramja Kárpátalján. Felső-Tiszavidéki magyarok találkozója Svidovecen. 2 éves a katolikus Karitász orvos missziója. Jótékonysági bál alexandriai Szent Katalin tiszteletére Beregszászban. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet mai adásában, amelyben a Római Katolikus Egyházhoz látogatunk. A program keretében Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete és Lehel László elnökigazgató több beregszászi, valamint a beregszászi járásban élő rászorulónak adott át segélycsomagot. Ősszel indított az Ökumenikus Segélyszervezet egy nagy gyűjtést, közel 9 millió forintot sikerült az adományozóinktól összegyűjteni, és ennek a felhasználása indult meg most, a mai nappal. 2 irányba haladunk, az egyik az időse és egyedül maradott emberek, akiknél nagyon-nagyon minimális a nyugdíj, 15-20 ezer forint között mozog, illetőleg a nagycsaládosok, ahol több gyerek van. Egyrészt élelmiszerrel, másrészt tüzelőanyaggal segítünk, de ami munkánk itt tulajdonképpen Kárpátalján már régóta kiépült, folyamatosan évről évre végezzük, ezért is vannak velünk olyan támogatók, akik már az előző időszakban segítettek bennünket, vagy a beregszászi futóverseny figyelemfelhívó akcióban vettek részt, hogy gondolok az MKB bankra, a Szerencsejáték ZRT-re, a Meditopra, vagy éppen a Megyei Jogi Városok Szövetségére. Tehát sok háttér összefogás kell azért, hogy segíteni tudjunk. Itt több száz családnak van szüksége arra, hogy melléjük álljunk, tehát nagyon fontos az, hogy megkapjuk azt az erőt, azt a támogatást, ami kell ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Bara Krisztina és párja 3 pici gyermeket nevel. Összjövedelmük 30 ezer forintnak megfelelő hívnya. Ők játékokat, gyógyszereket, higiéniai csomagot is kaptak a tartós élelmiszerek és a tüzelő mellé. Nagyon sokat számít, mert én nem tudom ezt megadni az én gyermekemnek. Na, sokat fejlődni fognak a gyerekek, meg nagyon, na, én nagyon hálás vagyok erre az egészre. Beutaztam 30 évig mindenhol. Jolika és Kati néni, Kaszonyi idős, egyedülálló testvérpár, mindketten betegséggel küzdenek, számukra létfontosságú a segélyszervezet adománya. Hátgerinc törés, itt 2, itt 1, tessék, operálták, vagy nem engedtem. Ez sorva, de semmit nem tudok egyáltalán. Sem mosni, sem vizet hozni, se kivinni. Egy szekérfa 2000-2005 kapunk, tessék. Legyünk mindent belőle, ugye? A két idős asszony kilátástalan helyzetbe kerülne, ha nem gondoskodna róluk szociális munkás. Mi, mint szociális munkások, 12 öreghez járunk, tehát 2 vagyunk, 24 emberhez, de a faluban lehetne 60 emberért találni, sőt, akik jönnek és panaszkodnak és sírnak, de egyszerűen az erődből nem telik többhöz elmenni. Miben tudnak segíteni neki? Heti 2-szer eljárunk hozzájuk, bevásárolunk, az orvost hívjuk, ha kell, kórházba elkísérjük, látogatjuk. Ha valami papírmunkájuk van, amit ki kell járni, kijárjuk. Segélyeket próbálkozunk, 1-200 grivnya, az is nagyon jó, itt minden kopek számít. Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 20 éve folytat karitatív munkát Kárpátalján. Tevékenységét egyre többen támogatják. Szerintem minden olyan nagy cégnek, nagy szervezetnek, akinek van lehetősége, és van olyan extra pénze, annak igenis kötelezettsége, kötelessége támogatni azokat, akik elesettek. Igyekszünk olyanokat választani, akik valamilyen módon azért illenek a vállalatunk, a bankunknak a profiába, nem mindig tudunk ilyet választani, hát akkor ott segítünk, ahol kell. Ennek szellemében a Megyei Jogú Városok Szövetsége eddig több mint 100 millió forintnyi támogatást juttatott el Kárpátaljára az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével. Az itt élő szegény embereket, akiknek szükségük van a segítségre, óvodába a gyerekeket, hogy óvodába, normális óvodába tudjanak járni, iskolába, hogy el tudjanak menni iskolába, és legyen meg a betevőjük is, tudjanak vinni tanszert is, és családosokat, illetve egyedülálló időseket, akinek alacsony a nyugdíja, télen gondot okoz a tüzelő, a nyugdíj már a gyógyszerre sem elég, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet támogatjuk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segítséget nyújtani. Ők a magyar nagyvárosok, a megyőjogú városok, több mint 100 millió forint volt az a támogatás, amit rajtuk keresztül ide Kárpátaljára jutottuk, és ezzel még nem fejeztük be.
mert a következő esztendőben láttuk, hogy hogy végzik a munkájukat, hitet tettünk amellett, hogy ezt folytatni kívánjuk. Havi 15 000 forintból megélni egy hónapban, de csoda, ami itt történik, már a tekintetben. De gondoljon csak bele, szükséges, még több kellene, és azért biztatok mindenkit, aki úgy érzi, hogy van hova adni, az forduljon erre a vidékre is, mert itt valóban minden egyes támogatás tényleg aranyat ér. Ennek egyik oka az, hogy az ukrajnai szociális hálónak még számtalan hiányossága van. Nem jut el azokhoz, akik mély szegénységben élnek. A támogatásra azért van szükség, hogy elmondhatjuk, hogy ma még az állami szociális ellátórendszernek számtalan hiányossága van. Sok esetben nem jut el olyan emberekhez, akik hát mélyen rászorulnak, tehát mély szegénységben élnek, vagy hát szegényen élnek, szegény a család, szegény a gyerek, és hát ez nagyon sok más problémát is szül a későbbiekben. Mivel indul a program? Hát a program ma indult, most 46 olyan családnak fogunk segíteni élelmiszerrel és fél-fél tonna brikettel, akinek a gyerekei látogatják a segélyszervezetünk itteni kárpátaljai fejlesztő programját és a biztos kezdett gyermekházat. Tehát támogatjuk a gyerekeket, és támogatjuk a családjaikat folyamatosan. Hát a gyerekek azok egész évben, hogy mondjam, részt vesznek különböző fejlesztő foglalkozáson, étkezést kapnak, és támogatjuk őket iskolakezdési csomaggal, és hát minden olyannal, ami ahhoz kell, hogy rendesen tudjanak iskolába járni, hát, hogy legyen ruhájuk, és hát normális emberi körülmények között tudjanak élni. A segélyszervezet a kampány során összegyűlt pénzből karácsonyra közel 800 rászoruló gyereknek juttat el ajándékcsomagot. Az egyre nagyobb méreteket öltő elszegényedés miatt kilátástalan helyzetbe került idős emberek számára pedig élelmiszert és tüzelőt. Következő helyszínünk Svidovec. Itt rendezték meg ugyanis az idei felső-tiszavidéki magyarok találkozóját. Majd ezen a vidéken maradva a Katolikus Karitás orvos missziójának újabb állomására kísérjük el az önkéntes orvosokat. Műsorunk végén a Beregszászi Római Katolikus Plébánia jótékonysági báján veszünk részt. Vagyunk és leszünk. Ünnepélyes keretek között nyitották meg Svidovecen a felső-tiszavidéki magyarok találkozóját. A röviden csak Feltiszának becézett rendezvény a kárpátaljai szórványban élő magyarok éves összejövetele, ahol a települések bemutatják kultúrájukat, hagyományaikat, értékeiket. Ünnepi köszöntőjében Szilágyi Mátyás, beregszászi magyar főkonzul azt mondta, az anyaország számára minden magyar egyformán fontos, bárhol is éljen a világon és bármilyen szinten beszélje a magyart. Az bámulatos, hogy itt Körösmezőn, Svidovecen a magyar közösség megőrizte a magyar anyanyelvét. A gyerekek igyekeznek, hogy tanuljanak, hogy megtanuljanak magyarul, ott, ahol már nincs is magyar nyelvi környezet. A köszöntések után a népzene és a néptánc vette át a főszerepet. Elsőként a tavalyi házigazda Nagy Bocskóiak léptek színpadra. Az idei házigazda Svidovec nem messze fekszik a Tatárhágótól. A magyar közösség kicsi, 65-en vannak. Őseik nagyjából 200 évvel ezelőtt az osztrák-magyar monarchia idején költöztek ide, és az erdőgazdaságban dolgoztak. A szovjet időszakban a közelben nem volt magyar iskola, így sokan törve beszélik az anyanyelvüket. A nemes família, Zelinszky, ők ide bejöttik, mikor Ausztria bevette Lemberget, anyai család, ide jöttek mink dolgozni erdőbe. Ide küldték, mint speciálistakat. Ők építettek gátokat, tutójokat vitték le, és erdészek voltak. Piros fehér szűk, ez a magyar föld. Na, ez a mi kedvenc versünk mostan. A 4 éves Szofika édesanyja magyar családból származik. A kislányt pici korától tanítják magyarul.
A helyiek ragaszkodását a magyar gyökerekhez az is jelzi, hogy számára már biztosított az anyanyelven való oktatás. Van nekünk magyar óvoda, van nekünk magyar iskola, van nekünk ez a lehetőség fellépni ilyen fesztiválon, mint a Feltisza, és éppen ebbe mi fiatalok összejöttünk egyszerre, hogy mi vagyunk a magyarok, és tényleg a magyar nyelv, ami a miénk, az a anyanyelv, és amellett kezdtünk találkozni, beszélni magyarul, tanulni magyar verseket gyerekekkel, énekeket, táncolni is kezdtünk, és ez tényleg minket valahogy így magához összehozott. Nem is az a gazda, nem is az a gazda, kinek hat ökre van. Ezért is tudta elvállalni ez a kis közösség a Feltisza lebonyolítását, ami megtiszteltetés és komoly felelősség is egyben, hiszen évente csak egyszer van ilyen ünnepélyes alkalma a vidék magyarságának. Mindenki arra vágyik, hogy szeptember második szombaton itt a fesztiválra, Feltiszára itt legyünk, hanem Svidovecen, vagy Rahon, vagy Busjaházan, de itt vegyünk részt, és mutassunk be, hogy vagyunk, és meg akarunk maradni. Sajnos nincs nekünk hol foglalkozni, nincs nekünk valami terem. Most erre célzunk, erre pályázunk, és erre fogunk törekedni, hogy valahol vagy megveszünk, vagy valaki segít nekünk, hogy legyen nekünk valami kultúrház. Nem is nagy, egy szoba lehet, egy kis terem, de miénk legyen, hogy nekem kölcsön kérni. A seregszemlére az idén 12 szórványtelepülés képviselői jöttek el, csak éppen a városnapot ünneplő técsőiek nem vettek részt rajta. Minden közösség hozta a saját jellegzetességeit. A bányászváros, Aknasz Latina, a sok helyi finomság mellett a lámpát és a sisakot. Aknasz Latina mindegyik Feltiszán részt vett, és minden Feltiszára nagy örömmel jön el, mert ez nagyon fontos a felső-tiszavidéki magyarok számára, mert ez az a találkozó, mivel úgyis a neve is, hogy a felső-tiszavidéki magyarok találkozó, ahol minden évben találkozni tudunk. Mert sajnos elég itt élünk egymás mellett, itt a felső-tiszavidéken, de ritkán találkozunk, és akkor minden évben össze tudunk jönni, találkozni, elbeszélgetni, bemutatni a kultúránkat. Amelyre rendszeresen eljönnek a szomszédban, a Tisza túloldalán szintén szórványban élő magyarok is. Szükség van arra, hogy a felső tiszamenti magyarok valahol egyszer egy évben összetalálkozzanak, és azt mondják, hogy kérem, mi vagyunk, mi látjuk egymást, szeretjük egymást. Nem akarunk egymásnak eladni semmit, nem akarunk kereskedni, csak meg akarjuk mutatni, hogy vagyunk. Meg akarjuk mutatni, hogy igen, észbe tartjuk egymást, szeretjük egymást. Ez nagyon fontos, mert ez a felső Tisza vidék, ez talán a világnak az egyik legszebb vidéke. Tele van minden fenyőfa, minden bükkfa és minden domboldal szeretettel. Ugyanazok a domboldalak, ugyanazok a fenyőfák, bükkfák gyökereznek a Tiszának egyik s a másik oldalán. Ugyanazokat a nótákat énekeljük mi évszázadok óta. Amelyre táncra is perdült a vendégsereg, őszinte nevetés járta be a Kárpátok domboldalait. A megmaradás vágya, az együttlét öröme szinte tapintható volt. A felső tiszavidéki magyarok ismét bebizonyították azt, hogy a szívük mélyén őrzik és a nehéz körülmények között is tovább viszik az őseiktől kapott útravalót. Nem jövőt terveztünk, hanem meg akartuk mutatni, hogy vagyunk. Itt a felső tiszavidéken, Husztól egészen Körösmezék, vagy hogy tetszik, Körösmezőtől egészen Husztig, és mindannyian itt, mivel nem tömb magyarságról van szó, sajátos, különleges értékeket hordozunk magunkban, és úgy gondoltuk, hogy kell egy olyan nap, egy olyan alkalom, amikor ezeket az értékeket, ezeknek a sokszínűségét, a remekségét, az be kell mutatnunk egymásnak is, hiszen ezáltal egymást is erősítjük, és örömünk telik abban, ami a kultúránk, ami a gazdagság, ami a szépségünk. Az egyik célunk az éppen az volt, hogy legyen a felső-tiszavidéki magyaroknak egy olyan napja, amikor arra hívjuk meg őket,
hogy beszéljünk magyarul, hogy mutassuk be akár a nyelvünknek a szépségeit, akár azt is, hogy itt-ott biccen a magyar nyelv, gondok vannak, hiszen a pedagógus konferenciának éppen az a célja, hogy tudjunk beszélni a nehézségeinkről, a megpróbáltatásokról, a mindennapi gondokról, de ugyanakkor a mindennapi örömökről is, amikor azért nem csak fogyást látunk, hanem az oktatási nevelési intézményekben azért látjuk azt, hogy szükség van ránk, hogy szükség van a pedagógusoknak a munkájára, hogy bizony vannak még sokan, akik ilyen vagy olyanok miatt, de szeretnének megtanulni magyarul. Érződik az, hogy egyre kevesebben vagyunk, és nem természetes fogyásról van szó, hanem arról, hogy sokan összecsomagoltak, és egy szebb, egy jobb, egy könnyebb, de talán nehezebb jövő érdekében elmentek. Bízunk benne, hogy rövidebb időre, de sajnos sokszor tapasztaljuk azt, hogy hosszabb időre is. Így sokkal nehezebb megszólítani azokat, akik itt vannak, hiszen napról napra egyre nagyobb teher az, ami rájuk súlyosbodik, ami rájuk rakódik. Érzem azt, hogy a szervezéskor, hogy bizony nagyon sok program van, nagyon sok meghívás van, és egyre kevesebb az az ember, akik aktívan szeretnének dolgozni, egyre nehezebb megszólítani a felső-tiszavidéki magyarságot, hogy eljönnek, és nem érdektelenségről van itt szó, hanem az, hogy kevesebben vagyunk. Viszont szeretnénk tartani ugyanazt a szintet, szeretnénk, hogyha mind a 13 település itt lenne, szeretnénk, hogyha mind a 13 település újból és újból elhozná a saját maga gazdagságát, szépségét, kultúráját, gasztronómiai finomságait, és hogy az a találkozás, ami most már Felső-Tiszavidéken egyértelmű a Feltisza kapcsán, bárhol említem azt, hogy Feltisza, mindenki tudja, hogy miről van szó, hogyha ez újból és újból egy élő valóság és egy élő öröm lenne mindannyiunk számára. Jövőre jubilál a Feltisza. A tervek szerint a 10. találkozót az első helyszínén, a Kárpátaljai Szórvány Központjának számító rahon rendezik majd. Műsorunk további részében a Katolikus Karitász orvos missziójával tartunk, amely már 2 éve végez önkéntes munkát Kárpátalján. Ezután a Beregszászi Római Katolikus Plébánia hagyományos jótékonysági báját mutatjuk be. A Katolikus Karitász orvos missziója 2 éve járja a külhoni magyar vidékeket. Kiemelt terület Kárpátalja, a Felső-Tiszavidék, ahol a szórvány magyarok élnek. A csapat első állomása a Rahui járási Gyertyánliget volt, ahol az orvosok többek között EKG vizsgálatot, vércukormérést, szemészeti, fogászati és ortopédiai vizsgálatokat végeztek. Nagyon sokat segít, hogy ők eljönnek, mivel még nagyon félre első helyen lakunk, van egy orvosnénk, egy kórház is van, na de hát az nem elég, mert ha más bajok vannak, akkor kell utazni 50 kilométerre, hogy ott felfedezik tovább, vagy kezeljék. Van egy tükröm, megnézhetek? Nagyra? Nem várt. Jó. A legutóbbi szűrés Nagyszőlősön zajlott, ahol a misszió orvosai elmondták, nagy a színvonalbeli különbség a magyarországi és az ukrajnai egészségügyi ellátás között. Nincsen bevezetve itt igazából egy széles körű, de még keskenyebb körű szűrés sem, ezért mindenhol örömmel fogadtak bennünket. Úgy láttuk, hogy főképpen a gyermekeket megcélozva vezettük be a szűrést, és emiatt nagyon szerencsés volt, hogy később a szülőket be tudtuk ebbe vonni. Látták, hogy miről szól, hogy megvizsgáljuk őket, és nyilván a gyerekeket akkor is elviszi szívesebben a szülő, amikor még semmi baja nincs, de hát ugye szeretné mindenki a saját gyermekét egészségbe és biztonságba tudni. Így aztán a szülő, mikor rákerül a sor, talán nagyobb hajlandósággal vesz részt szűrővizsgálatokon. Úgyhogy Vojcek tanár úr, mikor ezt itt megálmodta, és ő a gyerekekre próbált először koncentrálni, és innen kerültek aztán a kismamák és a várandósok is a képbe, innen tudtuk aztán terjeszkedni, ahogyan a személy és a tárgyi feltételek is nőttek. Önkéntesek, ápolók, akik részt vesznek különböző turnusokban. Erdélyben, Délvidéken és Kárpátalján összesen 28 alkalommal végeztek szűrést a misszió önkéntes orvosai. Erről Écsi Gábor, a Karitász igazgatója beszélt. Hozzátette, eddig mintegy 450 gyereket és felnőttet vizsgáltak meg, 450 szemüveget és 850 lúdtal betétet osztottak ki.
Hosszú évekig a Katolikus Karitas a kárpátaljai kórházokat, különösen is a gyermekkórházokat látogatta és segítette eszközökkel, felszerelésekkel, vagy akár egy rehabilitációs terem létrehozásával, felújításával. És az ottani tapasztalatok alapján döntöttünk úgy, hogy szükség lenne egy szűrővizsgálatra, hiszen a kórházban lévő gyermekek jelentős része, ha megfelelő időben orvosi kezelést, illetve szűrővizsgálatot kapott volna, akkor valószínűleg nem jutottak volna olyan helyzetbe. 50 orvos, medikus, illetve ápoló önkéntes munkája alapján jött létre az orvos misszió. Ez alatt a két év alatt 28 alkalommal voltunk már Kárpátalján, Erdélyben, illetve Délvidéken. Kárpátalján 15 településen vett részt az orvos misszió szűrő vizsgálatban. Először a gyermekeket, fogászati, szemészeti, mozgásszervi szűrések voltak, és később ehhez csatlakozott a nőgyógyászati szűrős is, valamint vérnyomásmérés, vércukorszintmérés és EKG. Szeretnénk folytatni ezt a szolgálatot, hiszen úgy látjuk, hogy erre szükség van. Most már jó néhány település volt, ahol másodszorra is ott voltunk, kontrollvizsgálatokat végeztünk. Látjuk a javulást, hiszen az esetekből is kitűnik az, hogy most már a kiszűrt személyek száma kevesebb, de szükség van arra, hogy nyomon kövessük őket, hogy a szemüvegeket cseréljük, a talbetétet cseréljük, illetve a megfelelő méréseket, szűrővizsgálatokat elvégezzük. A Katolikus Karitas a kezdetekben önállóan vállalta ezt a feladatot, illetve finanszírozta ezeket a szolgáltatásokat. Aztán később kaptunk ehhez állami támogatást is, Rezsa István kormánybiztos úr nagylelkű támogatásával, illetve a jelenlétével is igazolta azt, hogy mennyire fontos ez, ő mint szakember, hiszen orvosként praktizált. Jól látta azt, hogy milyen esetek vannak, és hogy milyen hasznos az a tevékenység, amit a Katolikus Karitas végez. Jelentős támogatást kaptunk a 1356-os adományvonal hívásával is, valamint egyéni adományok felajánlásával. Ezek részben gyógyászati segédeszközök voltak, részben pedig anyagi támogatások. Az orvosmisszió tagjai mindezt a legtávolabb, a szórványban élő magyarok között végzik, ahol hiányos vagy nehezen érhető el az alapvető egészségügyi ellátás. Az adventi időszak közelettével a Beregszászi Római Katolikus Közösség minden évben őszbúcsúztató zenés mulatságot rendez, amelyet többnyire az Erzsébet nap környékén tartanak. Idén a hagyományoktól eltérően alexandriai Szent Katalinra emlékeztek. A legenda szerint a bálványok tiszteletére bemutatott áldozati eseményeken keresztényként nem akart részt venni, és nyíltan ellenszegült a császár parancsának. Ezért börtönbe vetették, és 50 tanult férfiút küldtek hozzá, hogy a pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szűz oly bölcsességgel védelmezte hitét, hogy mind az 50-en keresztényekké lettek. Ezért őt a császár végül kivégeztette. Szent Katalin a bölcselők, a könyvtárak, a nyomdászok, az ügyvédek, a filozófusok és a magasabb iskolák védőszentje. Alexandria Szent Katalinnak az ünnepét ünnepli az egyház november 25-én, aki úgy van beírva az egyházi naptárba, hogy Szent Katalin szűz és vértanú. Az egyház ősidőtől kezdve, az első századoktól kezdve különleges tisztelettel adózik a vértanúk iránt, hiszen ők azok a szentek között, akik vérük ontásával tettek tanúságot Krisztushoz való tartozásukról. A harmadik, negyedik századig az egyház kizárólag csak a vértanúk ünnepét ünnepelte, hiszen ők adták a legbiztosabb tanúságát a Krisztus iránti szeretetüknek. A vértanúk vére, ahogyan alexandriai antiókiai Szent Ignác is mondja, bőséges termőföldi alakítja az egyházat. A vértanúk bátor tanúságtétele mindig sarkal bennünket, és arra buzdít, hogy mi is vállaljuk a hitünknek a tanúságtételét, akár a nehézségek, akár az üldöztetések árán is. Az egyház mindig is a vértanúk egyháza volt, Krisztus után 300 környékén is, amikor Szent Katalin vértanú halált szenvedett, és a mai időben is, hiszen a legüldözöttebb vallás ma is a keresztény vallás, és keresztényeknek nagyon sok helyen kell ma is azzal számolniuk, hogy
üldözik, megvetik, hátrányosan megkülönböztetik őket, vagy akár meg is ölik azért, mert Krisztushoz tartoznak. A jótékonysági bálon a tombolákból befolyt összegből és a felajánlott adományokból a plébánia karácsonyi ajándékokat vásárol a rászoruló híveknek. Hagyományosan megszervezzük ilyenkor a Krisztus király ünnepének közelében az évközi idő végén ezt az így nevezett bált, amit régebben Erzsébet bálként szerveztünk, most Katalin bálként, de egy lényeges tulajdonsága van mindegyiknek az, hogy ez egy jótékonysági bál. Alkalom arra, hogy a híveink, különösen a fiatalságunk, hiszen két kollégiumunk is működik itt a plébánia területén, találkozzanak egymással, együtt legyenek, megéljék a közösségi együttlétnek az örömeit, beszélgessenek, ismerkedjenek, és ugyanakkor, mivel jótékonysági bál, akkor ilyenkor gondolunk azokra az egyedülálló idős emberekre, akiknek nincs lehetőségük közösségbe járni, akik általában egyedül betegen töltik otthon a napjaikat, és csak segítséggel tudnak eljutni a templomba is, és az ilyenkor befolyt összegből ezeknek az idős embereknek a karácsonyát próbáljuk szépé varázsolni, elhozni őket ide, és legalább 2-3 órát úgy tudjanak eltölteni itt a plébánián, hogy közösségben legyenek, beszélgessenek egymással, hiszen a karácsony a közösségnek az ünnepe, az Úr Jézus lépett közösségre az emberrel akkor, amikor emberi lett, és éppen ezért ilyenkor talán a leginkább az hiányzik az embernek, a szeretet és a közösség, és különösen az egyedülállóknak, és ez a Katalin bál ilyenkor erre ad alkalmat, hogy ezt készítsük elő számukra. Az ő karácsonyukat próbáljuk szépé, közösségévé varázsolni. A szervezők várják a híveket a rendezvényeikre, többek között a város közös adventi koszorújának első ünnepi gyertyagyújtására Beregszász főterén. Amely koszorún hamarosan meggyújtjuk az első gyertyát. Most az első gyertyagyújtással kezdjük majd advent első vasárnapján, december 1-én a város központjában. Mi vagyunk az egyik szervezői ennek a közös adventi gyertyagyújtásnak. A Prokultúra Szubkárpátikával együtt, ez lesz az első ilyen programunk. Előző nap a gyerekek, a hittanosok megfonják az adventi koszorúkat itt együtt a plébánián, majd mikulási ünnepség lesz egybekötve mézeskalás üttéssel, ez is egy gyerekprogram. Akkor lesz egy karácsonyi koncertünk, amelyikre plébános atya meghívta a különböző egyházközségek kórusait, és ők lépnek fel majd a templomunkban. Ezen kívül egy Betlehem készítő versenyt is indítottunk. Minden család, illetve nem csak családok, hanem egyének is elkészíthetnek bármiből Betlehemet. Tehát akár gyufából, gyurmából, gyöngyből, tehát ez most rájuk van bízva. Egy ilyen karácsony előtti programunk is van, és hát természetesen minden reggel ugye ez a hagyományos roráté mise, 6:30 kezdődik majd minden reggel, ami sötétben kezdődik. Ez egy nagyon hangulatos áhítat, azt nagyon szeretik, szerintem fiatalok is, meg idősebbek is. Fárasztó felkelni reggel, de ennek van egy hangulata, ennek a hajnali misének, és ez minden advent hétköznapján megvan nálunk.